Tar Judit több mint 15 éve foglalkozik antik és modern műalkotásokkal, és mindig is az volt a vágya, hogy a galériák és régiségkereskedéseknek a központjában, a Falkmikse utcában létrejöhessen egy olyan nap, amikor a galériák kiköltöznek az utcára, és megnyitják, valljuk be, azért picit benfentes világukat az érdeklődőknek. És az álmokat tettek követték, és 2006-ban megvalósult az első ilyen rendezvény, és ezután 12 hasonló is következett. De Tar Judit nem csak a művészetek nagy hódolója, hanem több mint 30 éve sikeres vállalkozónő, és a Magyar Üzletasszonyok Egyesületének alapító tagja, sőt jelenlegi elnöke. Emellett ő a Folk Art Fórum megálmodója és büszke vezetője a Szecessziós Kávéháznak, amelyet egy igazi közösségi térré szeretne avanzsálni, mert hisz abban, hogy nem szabad magányosan nekivágni dolgoknak, márpedig a világ e felé tart. Ő viszont abban hisz, hogy a világot csak is az együttműködés és az összefogás viszi előre. Kérem, köszöntsék szeretettel Tar Juditot! Szeretettel köszöntök mindenkit, és a saját sikeremen keresztül szeretnék mindenkit arra buzdítani, hogy merjen vállalkozni, vállalni dolgokat, és változtatni az életében. Én óvónői pályámat hamar elhagytam, óvónőnek készültem, de egy vállalkozásba kezdtem bele, ami a Balatonon egy vásározással indult. Ez óvónői pályám után nagyon hamar megkezdődött. Szüleim ellenezték ezt a vásározást, és hamarosan egy ajándékboltot nyitottam Balatonon, míg nem. A vállalkozó az nagyon egyedül van, és egy héten egyszer áruért kellett vennem. És ekkor a hajó, amikor beérkezett a Balatonhoz reggel 8-kor, úgy gondoltam, hogy még a vevőket kiszolgálom, és a vevő kiszolgálása után autóba ülve édesapámnak a kezébe adtam egy nejlonzacskót, hogy számolja meg a pénzt, ami benne van, amíg Budapestre érünk. Mikor végzett vele, akkor kérdezte, hogy ez egy havi bevétel volt. És mondtam, hogy nem, ez 8 és 10 óra között, amíg mielőtt elindultunk volna Budapestre. Majd azt kérdezte, hogy és most ki van az üzletben, zárva van? Hát mondtam, hogy igen, mert a vállalkozó egyedül van. Ettől a következő héttől ő beállt az üzletbe, bár nem volt egy kereskedő típus. Viszont ekkor fogadta el családom, hogy az óvónői pályát az alulfizetettség miatt váltottam. Ez a vállalkozás végső soron követte egy rövidárú kereskedés már Budapesten, amikor egy antik ékszert, a családi ékszertárból eladtam, hogy megnyithassam ezt a vállalkozást. Ez egy rövidárú üzlet volt, ami a rövidárú, ez egy érdekes dolog, egy kiállításon az akkori gazdasági miniszter kérdezte tőlem, hogy mi az a rövidárú. Én azt feleltem neki, hogy a rövidárú az a cipzár, hogyha a miniszter úrnak elromlik a cipzárja, és éppen egy beszédet mondana, na az a rövidárú. Egyébként a rövidáru a cérna, a cipzár, a gomb, a láthatatlan dolgok, és köztük a gumi is, a pikógumi. Tudja-e valaki, hogy mi az a pikógumi? Nem. Hát én is hamar megtanultam. A pikógumiról egy érdekes történet, mikor megérkezett az üzletbe, akkor kiírtam az üzletre, hogy kapható piros, fekete, kék pikógumi. Majd férfiak jöttek be, és mondták, hogy pikógumit kérnek. Kérdeztem, milyen színben. És hogy hány métert. Amikor szembesültek vele, akkor mondták, hogy ja, hát nem, akkor
nem kérnek, és kisomfortáltak az üzletből. Ezt követően azért változott a világ, sok minden történt velem, de elgondolkoztam azon, hogy ha telik az idő, és majd megöregszem, valami olyan tartalmas dolgot szeretnék munkaként is végezni, ami a hobbim, és végsősorban a régiség mindig is a hobbim volt. Az antik tárgyak szeretete a családomból adódóan egy hagyomány volt. Ekkor úgy gondoltam, hogy jó lenne tanulnom, és a tanulás az festmény bútor Becsősnek tanultam. És jött egy újabb lehetőség, egy újabb vállalkozás, amiben most váltok. Az újabb vállalkozás az végsősoron egy hiánypótló terület volt, összekötötte a szolgáltatásom az antik kereskedőket és a vásárlókat. Ez egy export tevékenység volt. Ezt több mint 15 évig egy társammal végeztük, egy nagyon jó hiánypótló tevékenység, de a gazdasági helyzet kapcsán ez is leáldozóban volt. Sokszor a vasalás közben jönnek a jó ötleteim. Családom már sokszor mondja, hogy jó lenne vasalni, de ne ötleteljek tovább. Végsősoron ez is egy olyan dolog volt, hogy már a Budapesten ebben az antik negyedben rengeteg régiségkereskedő fantasztikus tudással rendelkezik. És úgy gondoltam, hogy jó lenne egy együttműködésben, egy összefogásban valami olyat megmutatni, ami erről szól. És pont a vasalás közben láttam meg a televízióban egy felhívást, ami az 5. kerületben egy kulturális fesztiválra hívja fel a figyelmet. És lementem a társasággal, akikkel dolgoztam együtt, hogy van egy ötletem, alakítsunk egy fesztivált, ami megmutatja ennek az utcának az összes tudását. Ebből jött létre a Falkárt Fórum, ami most már a 13. fesztiválon van túl, több mint 50 galériát fog össze, és azon a napon 4-5 ezer embert mozgat meg. A változás ezt követően újra eljött az életembe, nem vasalás közben, de a gasztronómia nagyon komoly hobbim, és ezt a hobbit úgy gondoltam, hogy ötvözöm avval a tudással a művészet, az antik ötvözésével, és létrehoztam egy újabb vállalkozást, egy brüsszeli program keretén belül fölkértek engem vállalkozónői nagykövetnek. És ez a nagyköveti dolog, nem tudtam, hogy miről szól, majd a projektvezetőtől kérdeztem. A projektvezető azt mondta, hogy egyszerűen csak annyi, hogy a nőket vállalkozásra kell buzdítani. Hát ez csak úgy lehet, hogyha én egy újabb vállalkozást indítok. És ekkor jött az, hogy ezt a gasztronómiát a művészettel összekötve létrehoztam egy olyan helyet a Magyar Szecesszió házában, ami szecessziós bútorokkal, egy szecessziós környezetben, jó zenével, borral, egy kis jazzzel megmutatja azoknak, akik oda látogatnak. Végsősoron így jutottam el a pikogumitól a szecesszióig, és azt tudom mindenkinek mondani, hogy merjen álmodni, vállalja önmagát, merjen változtatni, és vállalkozzon. Ez az üzenetem. Köszönöm.